Manuel Neuer, vagy a kapus bevonása a mezőnyjátékba a futballban, latin-amerikai letámadás és kontrajáték csak két érdekes jelenség a nyári braziliai labdarúgó világbajnokságon látottakból, amely után az ősz mutatja majd meg, milyen hatása volt a tornának a világfoci trendjeire. Mi most a magyar válogatottat a VB selejtezőkön vezető korábbi kapitány Egérvári Sándor szakmai benyomásaira vagyunk kíváncsiak, ő a vendég, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tetszett ez a világbajnokság? Hozott szakmai újdonságokat? Rendkívül érdekes világbajnokság volt. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy a futball egyik őshazája, a legmeghatározóbb futballkultúrája fogadta a résztvevőket, tehát azért Brazíliában teltházas mérkőzések előtt garantálva voltak, hogy érdekes, élvezetes mérkőzéseket fogunk látni. Rendkívül sok meglepetést is hozott. Talán a kevésbé tartozik a meglepetések kategóriájába, hogy az elején a dél-amerikai csapatoknak a rendkívül jó szereplése meglepte a futballt, a futballvilágot. Sikerült is egy olyan, azt hiszem 16-ban olyan csoportot produkálni, hogy a Brazília, a Kolumbia, nem is tudom már kik voltak benne. Costa Rica, Chile. Igen, tehát egy csak dél-amerikaiakból álló csoport kerekedett ki belőle. De azért a trend, az európai futballnak a meghatározó szerepe a későbbiek folyamán azért előjött, nyilván elsősorban a német csapat és a holland csapat jó voltával. Edzőként melyik csapatjátéka tetszett legjobban ezen a világbajnokságon? És akkor most nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy feltétlenül az eredmény számít, hanem összegészében a csapatjáték és a stílus. Hát összességében az egész világbajnokságon a legjobban, legkiegyensúlyozottabban szereplő csapat nyerte meg a világbajnokságot. Nem volt ez mindig így. A németek voltak a legfelkészültebbek, a legjobb mérkőzéseket játszottak, még akkor is, hogyha a döntőn, ugyan megnyerték a döntőt, de már nem voltak annyira meghatározók, mint a korábbi mérkőzések valamennyikén. Én joggal került a világbajnoki cím a német labdarúgó válogatottnak az ölében. Na most a nagy sztárokon túl voltak kedvenc játékosai ezen a világbajnokságon? Hát igen, nagyon sok feltörekvő, számunkra kevésbé ismert futballista is megjelent a kolumbiai válogatottból is, vagy a Kosztarikából is. De elsősorban azokból a futballkultúrákból, ahol a játszó futball dominál, tehát akik kis területen egyrészt nagyon jól tudtak cselezni és egy az egyezni az ellenféllel szemben, de nagyon meghatározó volt ezeknek a futballkultúráknak a védekezésben való agresszivitása, pressingjei, ami azt mutatta, hogy nem csak cselezni tanultak meg ezek a futballisták a saját futballkultúrájukban, hanem védekezni is egy az egybe, úgyhogy egy rendkívül élvezetes, jó mérkőzéseket hoztak elsősorban, még egyszer mondom, a futballt játszó, játékosokból álló csapatok. Védekezésről, vagy inkább a támadásról szólt ez a világbajnokságon számára? Hát véleményem szerint a támadó játék sokkal inkább megjelent, tehát ezek a nagyon óvatos mérkőzések már a selejtező mérkőzések során is nagyon kis számban jelentek meg. Sokkal inkább a nyílt vállalkozó, őszinte futballt fölvállaló csapatoknak a mérkőzéseit láthattuk. És ez mindenféleképpen élvezetesítette a szurkolók, a nézők, a helyi szurkolók és a televízió előtt ülők számára is. A magyar válogatott, a mi csapatunk, egész pontosan az egervári féle csapat, ahogyan ön elképzelte. Szóval a magyar csapatrendszere melyik VB-n látott szereplő játékrendszerhez hasonlított leginkább? Hát én soha nem voltam a rendszereknek a híve. Én feladatokban gondolkodtam mindig, hogy mennyire tudja egy csapat vagy egy csapatrész megoldani a feladatát az adott területen, akár védekezésben, akár támadásban. Természetesen ezek a felállások, alapfelállások, nevezzük alapfelállásoknak, megjelentek különböző formákban is, de nem ezen dőltek el a mérkőzések, sokkal inkább azok a egyéniségek, akik időnként hibára késztették őket, és elvesztették a mérkőzést, illetőleg a meghatározó játékosok, a csúcs játékosok nagy száma döntött el általában a mérkőzéseket, és itt elsősorban a képzettségről van szó, tehát azok a technikailag és fizikailag is jól felkészített játékosok döntötték el a mérkőzést.
Hát igen, ugye két iskola van, ugye a csapatjáték kialakításának több útja lehetséges. Ugye ön azt vallja, hogy kevesebb dolgot kell szabályozni a pályán, és elég sokat rábíz a játékosaira. Aztán van egy másik út, ami ugye egy előre megtervezett és nagyon szabályozott csapatjátékot jelent. Melyik irányt vélte inkább felfedezni a világbajnokságon? Mit szeretnek ma? A futball egy rendkívül kreatív játék. Egy adott század másodpercben kell eldönteni a játékosnak, miközben a saját játékosa is mozognak, meg az ellenfél játékosa, és el kell döntenie, hogy mit csináljon. Ezt nagyon előre felkészíteni nyilván nem lehet. Vannak dolgok, amire föl kell készíteni a játékost természetesen, de ebbe beleszólni az adott század másodpercben, vagy másodpercben egy edzőnek nem feltétlen szükséges. Erre föl kell készíteni a korábban, a felkészítési időben, 12-14 évében a játékost, hogy egy világversenyen megfelelőképpen tudjon versenyezni. És azt hogyan lát a Brazíliában, hogy ha túlságosan leszabályozzák a csapatjátékot, akkor az kiöli a kreativitás? Most hirtelen például eszembe jutnak a görögök. A szabályokat természetesen meg kell fogalmazni, és utasításban ki is kell, be is kell gyakorolni. Természetesen védekezésben lényegesen többet. Én a támadó harmadban való túlszabályozást nyilván értelmetlennek tartom az éppen előbb említett mondataim kapcsán. Úgyhogy én azt mondom, hogy az a precíz német válogatott, aki képes volt az elmúlt 10-15 évben felnevelni ezt a generációt, és egy nagyon komoly stílusváltást követtek el többek között szakmai oldalról is a német labdarúgásban. Ez most abszolút működött. De még egyszer mondom, ehhez kellett az a 15 év, ami mentén ők folyamatosan végigmentek a futballkultúrájuk változtatása kapcsán. Én kimerem jelenteni ma a legfejlettebb szervezésben is, szakmailag is a legjobb bajnokság a Bundesliga, és nem véletlen került ez a olyan szisztematikus munka eredményeképpen a világbajnoki cím a német válogatotthoz. És éppen talán ennek ellenére mégis mit gondol az, ahogyan ők a brazilokat legyőzték, és rettenetesen nagyon verték, hogyha mondjuk azt a mérkőzést még ötször lejátszák, akkor előfordult volna abból ilyen különbségű győzelem? Nem, én hiszem, hogy minden mérkőzés másról szól, de ilyen benne van, hát én elmondhatom, hogy benne van egy-egy ilyen nagy gólarányú győzelem vagy vereség, aminek sajnos részesei voltunk az utóbbi kapcsán. De hát ezt ugyanúgy... Egy kicsit szkolarinak érezte magát akkor? Hát feltétlen, igen, de hát ott voltak a spanyolok is, tehát képes volt a holland válogatott, igen, egy fél időn keresztül, nem is tudom, azt hiszem, 5 gólt rúgtak egy, igen, fél időn keresztül, tehát ez benne van a futballban, vannak ennek győztesei, meg vesztesei is, mind a kettőt megélte valószínű a Scolari is, így is, meg úgy is természetesen. Az a stratégiai cél, hogy minél tovább kell jutni, megnyerni a mérkőzéseket, és lehetőleg a legvégéig versenyben maradni, ez mennyire módosította itt a világbajnokságon az egyes, inkább tradicionális stílust játszó csapatok játékát? Tehát látott-e nemzeti, illetve térségi iskoláknak az érvényesülését? Hogy azt mondjuk, hogy az európai, meg a dél-amerikai futballon túl, hogy ez nagyon német futball volt, ez angol, francia, nem sorolom tovább. Azért az európai futball a szervezettebb csapatjátékot jelenítette meg az elmúlt világbajnokságokon is, és most is. Tehát ez megmaradt. Ez megmaradt. Én azt mondom, hogy a német és a holland csapat reprezentálta elsősorban az Európát, és ez kiütközött természetesen a világbajnokság összes mérkőzésén mind a két csapat számára. A dél-amerikai csapatoknak a egyéni felkészültsége, a kreativitása volt az, amelyik eljutatta őket a legjobbak közé. Úgyhogy ez a megosztottság megmaradt természetesen a két földrész futballkultúrája között. Mennyire globalizálódik a világ futball, mit gondol? Hát ha úgy vesszük a dolgot, hogy mennyire kiegyensúlyozottá vált ma már a világ futballja, akkor természetesen globalizálódott. És egyre inkább ez a tendencia folytatódik, úgyhogy nagyon nehéz lesz Csillét elverni a világbajnoknak, vagy nagyon nehéz lesz a makedónokat legyőzni a németeknek. Egyre közelebb kerülnek a futballkultúrák. Azok a futballkultúrák, akik szisztematikusan egy program mellett kiállnak, és azt végigviszik, nem 2-3 évente cserélik le,
hanem 10-15 évig, ahogy a svájciak jó példája is mutatja, azok tartós eredményeket fognak elérni, azok, akik sűrűn változtatnak és kiöntik a lavorvízzel együtt a gyereket, és azok sajnos nem fognak tartós eredményeket elérni. Hol van egyébként az afrikai meg az ázsiai csapatok évtizedek óta beharangozott előretörése? Miért nem születik meg ez az áttörés, mit gondol? Hát az egyik nagy csalódás az ázsiai futballnak a visszaesése, tehát azért a korábbi világbajnokságokon meghatározóbb szerepet töltöttek be a világfutballban. Dél-Korea és Japán mindenki. Igen, tehát ott egy visszaesés van véleményem szerint. Az afrikai futball a szervezetlensége kapcsán még mindig nem éri föl az, hogy a legjobb 4 vagy a 8 között jelenjenek meg, és ez nem véletlen, tehát ott az a fajta kultúra, szubkultúra, ami körbeveszi őket, azért az meghatározó. Nem tudom, érdemes eljátszani a gondolattal, hogyha sikerült volna a VB-selejtezőn elérni a második helyet, és a pótselejtezőn mondjuk megverni a görögöket, akkor a C csoportban Kolumbia, Japán és Elefántcsontpart, a Japánról beszéltünk az előbb. Szóval milyen esélyeink lettek volna mondjuk Costa Ricával a 8-döntőben? Ezekből valamennyit ki lehet számítani, mit gondol? Hát nem, nagyon, nagyon nehéz. Kétségtelen, hogy a 20-as világbajnokságon mi a Costa Ricával mérkőztünk. Igen. Éppen a bronz mérkőzés kapcsán, és egy döntetlen után 11-esekkel szereztük meg a bronzérmet. Közel voltunk hozzájuk, tehát én azt mondom, hogy ott lehetett volna egy minimális esélyünk, tehát nagyon tönkre nem vertek volna, mint a hollandok, sokkal inkább hittem volna abba, hogy itt képesek vagyunk egy ilyen csoportban esetleg tovább jutni a görögök mellett. De hát ezek csak feltételezések, úgyhogy erre... Tehát nem féltettem volna a magyar labdarúgó válogatott abban az esetben, ha a játékosaink, a legjobb magyar futballisták folyamatos játék lehetőséget kapnak. Tehát azokkal a játékosokkal, akikkel korábban nagyszerű eredményeket értünk el törökökkel, vagy svédekkel, vagy csehekkel való megméretetés kapcsán, azok hétről hétre 90 perceket játszottak. Sajnos az utóbbi fél évben a játékosunk, a legjobb magyar játékosok 5-10-20 perceket játszottak a csapataikban, és mondhatom, hogy sajnos nem voltak olyan állapotban, mint a korábbi évek folyamán. Tehát én most is azt mondom, hogy el kellene érni a magyar labdarúgó válogatott játékosait valamilyen formában, menedzselni, hogy olyan csapatokhoz kerüljenek, akár Magyarországra visszahozni őket, hogy folyamatosan játsszák a 90 perceket, ahogy most a Gerazoli éppen a Ferencvárosban 90 perceket játszik. Sokkal jobb állapotban van, mint hogyha a Fulhamben csak 10 percet játszik. Tehát ez azért kell egy központi akarat, és ennek kéne érvényesülni, igaz? Tehát, Igen, én ezt a javaslatot megtettem még a leköszönő szövetségkapitányként és az elnökség számára rövid távon. A megoldás nyilvánvalóan hosszú távú programok futnak a Magyar Labdarúgó Szövetségben, és nagyon jó programok vannak. De a rövid távon én abban látom, hogy ezeket a úgynevezett csellengő játékosokat, mint a Németh Krisztiánok, meg Kóman Vladimirek, vagy Pintér Ádámok, haza kéne hozni őket egy csapatba felkészíteni, mint régen egy Honvédba, vagy egy Steaua, ahogy a románok csinálják. Én ebben látom a megoldást, mert a magyar mezőny a jelenlegi vagy a tavalyi nemzetközi megmérettetés, klubcsapataink megmérettetése kapcsán látjuk, hogy még azok a fiatal emberek nem érik fel a Gerazoliék szintjét. Én azt mondom, hogy ha vissza tudnánk hozni, egy csapatba tömöríteni és fölkészíteni régi honvéd, vagy mondhatnám Steaua szintre, akkor nagyobb esélyünk lenne pillanatnyilag a elkövetkezendő 1-2 évben, hogy még eredményesebb legyen a magyar válogatott, mint amit most jelenleg van. Egy utolsó kérdésem, a világbajnokság szakmai tapasztalatai alapján, ha még kapitány lenne, illetve hát nem tanácsként, de a jövőben mi az, amit a magyar válogatott játékán változtatni kellene, mondjuk ebben az új etapban, most egy EB-selejtező sorozat következik? Hát ez már nem az én problémám, ez a Pintér. Hogy általános tanulságok vannak-e? Vannak természetesen, igen. Tehát mérlegre kell tenni, hogy azokat a játékosokat alkalmazom, akik folyamatosan játszanak, vagy az ország legjobb futballistáit, akik esetleg nincsenek top formában. Ez egy nagyon nehéz választás, hogy a mérleg nyelve melyikre billen. Én nekem volt szerencsém egy szerencsés időszakban szövetségkapitánynak lenni, és 3 éven keresztül, talán az utóbbi
25-30 év legtöbb pontjait begyűjti, akár az Európa-bajnok selejtező sorozatban, akár a VB sorozatban legtöbb pontot begyűjtő válogatottat formálni, és az utolsó fél évben sajnos kicsúszott minden a kezünkből, mert ezek a játékosok nem voltak kellőképpen felkészülve. Hát akkor ez a megoldandó feladat a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a lehetőséget.